1980-ban születtem Ukrajnában, a Beregszászi járásban található kis településen, Csokkapaviban. Mint a dátum is mutatja, ez még az az időszak volt Ukrajna történelmében, mikor a Szovjetunió kötelékébe tartozott. Könnyen mondhatja az ember, hogy bárcsak máshová születtem volna. De ezen változtatni nem lehet. Mindenkinek azt a vidéket kell képviselnie és szépítenie, ahová az édesanyja világra hozta. Számomra kárpátaljai magyarnak lenni dicsőséget és kötelességet jelent. A kaszonyi középiskola befejezése után az ungvári, akkor még állami egyetem magyar filológiai tanszékére nyertem felvételt. Egyetemi éveim alatt olyan nyelvészek oktattak, mint Lizenes Péter professzor és Horváth Katalin docens, akik hamar felhívták figyelmemet a magyar nyelv szépségére, különlegességére. Őtől tanultam meg, mennyire fontos nekünk, kisebbségben élőknek ismerni anyanyelvünket, gyakorolni, ápolni, megvigyázni tisztaságát. Az Ungvári Egyetem magyar filológiai tanszékének tanára vagyok. Diákjaim kárpátaljai fiatalok. Nyelvtant, anyanyelvi tantárpedagógiát, szónoklattant, nyelvjárástant, névtant oktatok. A mindennapok során arra törekszem, hogy olyan minőségi tudást adjak át tanítványaimnak, mellyel helyt tudnak állni pedagógiai pályájuk során. Fontosnak tartom ránevelni őket arra, hogy értékeljék azt a tudást, amit az egyetem falai között szereztek. Köszönöm szépen a Batthyány Alapítványnak, hogy létrehozták a Batthyány Lajos és Zicsi Antónia díjat. Ezzel támogatva azokat az embereket, akik lehetőségeikhez mérten igyekeznek helyt állni a mindennapi életben, a tudományos szintereken. Köszönöm a Bíráló Bizottságnak, hogy eddigi tevékenységemet méltónak találták arra, hogy nekem ítéljék a neves kitüntetést. Hatalmas megtiszteltetés számomra az Zicsi Antónia díj. Megerősítés abban, hogy folytassam eddigi tevékenységemet, valamint úgy vélem biztatás is minden határon túl élő magyarnak. Biztosíték arra, hogy anyaországi honfitársaink értékelnek és odafigyelnek. Üzenem a határon túli magyaroknak, hogy minden nemzeti kisebbség megmaradása nagyban attól függ, hogy tagjai hogyan élik meg az elszakadásban való létet. Fontos, hogy megőrizzük anyanyelvünket, megéljük hagyományainkat, megmaradjunk magyarnak akkor is, ha ez nehéz.